Egy perc, megint De... Most nézem, már megint előkerült ez a szuccasú. Te már üres is? Hát nagy üzemben mennek itt a dolgok vezére. De most tényleg? Tehát üres <gül> a <gül> ószeres dobot. De az hova De Már komolyan megint eszem pörök. De nem, csak hát most már én is meglepődtem, mint még egy ezen... ez zsák volt. Most komolyan, milyen zsák volt? Itt odaadtam egy-két haveromnak megint. Aha, aha. Jó van, én is ezt mondanám. Gyere menjünk ki inkább, igen, gyerekeknek gyártják, gyerekeknek gyártják, ez meg undorító ez az, az egész csatorna. Én beszéltem ezzel a kölyökkel, azt mondta, hogy figyelni fog meg minden, meg hogy normálisan fog viselkedni. Másnap raktak Instára gyűl az, autója, az, az, apjának az autójába. Teljesen nagy halott. El, elvesztettük. Én, én, próbáltam hatni rá. Én, én, próbáltam vele, full értelmesen beszéltem vele. Ő is mondta, hogy én egy pozitív csalódás vagyok neki, meg minden, mert hogy ő azt hitte, hogy én egy ilyen f***s de hogy tökéletesen beszéltem neki, meg minden telibe kamuzott, telibe kamuzott. Nem értem, hogy mi, mi, miért, nem mondja az apjának, hogy hallod, nem kéne ezt a videóba. Mi, miért nem, nem, mondhatja ő az apjának, az apja mondja meg a videókba, hogy mi legyen benne, meg mi le, minden legyen benne. Az apjának ennyi eszem... Á, cí... meg. Úristen! Tegnap bemegyek a Laura szobájába, érted és Azt láttam, hogy a Norminak egyik barátja egy méretes műpénisszel csapkod a szobájába és veri a hátát. Előtted van ez a szitó. Tehát szerinted ezeknek fel fog tűnni? Igen, a gyerekeknek való videóban pont erről kell beszélni, te idióta. Istenem! Istenem! Hat évesek nézik ezt a csatornát, le vannak tiltva a kommentek, mert 12 éves gyerekekről szól a csatorna. Hát mi a... Ha ilyen buta az öreg silló, hogy lehet ilyen sikeres? Hát úgy, úgy nem buta, mert most is róla beszélünk, vágod a célját, elérte és úgy se tudok eljutni azokhoz az emberekhez, akik őket nézik. Én nem tudok hatni arra 300 ezer emberre, meg nem tudok minden gyereknek a szülőjére ráírni, hogy hallod, nem tudok vele semmit kezdeni, én nem tudok rá mondani semmit, én nem tudom ezeket a gyerekeket megmenteni attól, hogy ilyen szar kontentet nézzenek, én max kikrincselek rajta, és csá. Amúgy meg azt nézem éppen, hogy az, az hogy lehetséges, hogy itt a logóban konkrétan az outline-ból, az outline-ba belelóg a felső layer. Fú, nagyon fel. Magam. Csak ki kellett térnem erre, hogy ne legyek annyira fölbaszva már. Az a baj hiába beszélek erről. Egyetlen egy dolgot fogok ezzel elérni, hogy az ő csatornájukról a nézők átjennek hozzám, és írják a mert nem tudnak még írni sem. A szüleiknek a fiókjáról írják le, hogy hát én nekem kevesebb feliratkozom van, és halljak meg. Kösz, sokra megyek vele. Meg jönnek azok az emberek az stream a streamemre, akik azt mondják, hogy mikor nézek Laura és Normat, meg tesókat. De nem akarom nézni őket, mert nem érek el vele semmit, bazd meg. Olyan elvakult emberek nézik ezeket a csatornákat, hogy nem lehet egyáltalán semmit csinálni Ez, ezek ellen. Hiába beszélsz az apjukkal, leszarja. Hát be, benne van az összes videóba. Itt nem a gyerekekkel van a probléma csak egy akkora kibaszott buborékban élnek, és a gyerekeket már alapból egy másik buborékba, egy még nagyobb buborékba, vagy egy még kisebb buborékba teszik bele. Mert ők már alapból buborékba éltek, éltek ebbe a gazdag buborékba, aztán született kettő gyerek, azok meg ugyanúgy belekerültek ebbe a buborékba, és még az interneten keresztül is egy buborékba vannak, mert kirakják ezeket a szar videókat, visszajelzést nem kaphatnak rá, mert Privát a komment szekció. Az apjuk nem mond rá semmit, mert egyszerűen nem áll hozzá kritikusan, nem, nem, így, tanulko, nem így tanulta ő sem. Ő egy üzletember egyszerűen nem érdekli, mi van a youtube Azt látja, hogy gyerekek élvezik és kész, és nézik és szeretik őket, mert sok lájk like van rajta, sok megtekintés, sok követő, és ebből is lehet szerezni pénzt. Ennyit lát belőle. Semmi többet. Nem, nem, nem gondol bele abba, hogy amiket a videóban mondanak, azt valaki esetleg rossz néven veszi, vagy, vagy rossz hatással van azokra, akik nézik. Nem, nem gondolkodik ezen. 7 éves koruktól videózza őket az apja. Ebbe vannak belenevelve a Youtube-on belül. Hiába, nem, hiába beszéltem a Normanna, nem fogok hatni rá, hogy az apja ebbe nevelte bele. Ez a puberék, ez magától fog kiduralni, de az, az nem most lesz. Mondja, amikor a Normand elkezdett, elkezdik középiskolába szarrá a videókkal, amik az interneten vannak róla, meg a Laurát, akkor majd rájönnek, hogy ja, hogy, ja, hogy ilyen a valóság, tényleg. És akkor hoppá, pofáncsap a valóság, most már mindegy. Jövőre vágott gim is lesz. Ja, majd megy magánsudiba, majd megcsinálja interneten, vagy nem tudom. Hát először fixen nem magánsudiba fog menni, csak hogyha majd kajak elkezdik beszogatni, meg minden, akkor... Ja, welcome to the real world. De én hallottam sztorikat, hogy általános iskolában is baszogatták már érte, és úgy látom, hogy nincs rá hatással. Tehát ha ha normálisan mondják el neki, egyszerűen nem lehet hatni rá, csak csinálják a fasságokat, és, és, és nem értem, nem értem, hogy ennek mit, mi, a célja, vagy hogy ez mire jó. Megérdemli, de de, 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 nem a gyerek. A gyerek nem érdemli meg, egy gyerek sem érdemli meg azt, hogy a szülő érdemli meg, hogy bocogassák, de nem a gyerekét, a szülőt kéne bocogatni, mert nem képes felnevelni kettő gyereket normálisan. Az alapvető etikus dolgokat megtanítja, hogy ja, nem szabad lopni, meg a meg a pénzt, meg izé, de nem fogják megtanulni, ha azt látják, hogy veszük a Teslát, ha három hetente veszek egy új Teslát, meg, akkor nem fogja megbecsülni a pénzt, hiába nem adod neki azt a Teslát, meg nem neki veszed, azt látja, hogy te jól élsz, és nem fogja megbecsülni a pénzt. Hiába próbálják ezeket belerakni a videóba, hogyha a külvilágnak erre nem ez jön le belőle. Mehetnek ezek a tanulságok, egymás tan tanulság, tanulság hátán lehet, de ezek csak klisés dolgok, és a külvilágnak már nem ez van mutatva. Mert akármelyik indexképet megnézed, drága cuccok vannak rajta. Ezen is itt van egy font, ugye hány száz roller, itt a Tesla, ott van a f... cipő középen, itt is a roller, csak ez nem látszik, itt is pénz, 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 pénz. gazdák vagyok, pénz, jól élünk, mi nagyon jól élünk, ti meg nem, nézzetek minket, jaj, 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 de jó. Nem, ez undorító. Ez undorító, bazz meg. Köszönöm, ennyi a véleményem róla, nem is nézem végig. Igen, irigy vagyok, irigy vagyok rá. Én nem tudok szlovák ö, rendszámos autót vezetni, sajnos. Nekem nincs arra pénzem. Én csak anyám autóját vezetem. A Norma meg az apjáét jogsi nélkül. Na jó, engedjük el, túlfiloztam. Na most megnézzük a Submarcraft videóját, aztán. Sziasztok! Szia. A mai videó az nem megtekintés vagy likevadász jellegű lesz, csak beszélni fogok nektek egy témáról, amihez egyébként nagyon nincs kedvem. Egyáltalán nincs kedvem mi beszélni, csak... plotvist. Plot twist, meghalt a kutyája. Bocs, hogy leszpoilereztem. Inkognitóban megnézem, hogy vannak-e rajta reklámok, jó? Hopp, ott is, ott van rajta reklám. Ott van rajta reklám. Egyből. Brüsszel. Faszom tudja. És vadászgépeket rakéta rendszeleket rendszeleket és rakétarendszereket küldenek. És rakétarendszereket. Aztán utána meghaltak a kutyám. Wow! Ez igen. Figyelj, 62 ezer megtekintés, egy jó mondjuk 5 perces a videó, szerencsére nem húzta ki 8 percre, ő be tudja állítani, hogy milyen reklám legyen. Nem, a, reklámot ezt nem ő állítja, hogy milyen legyen, de ki lehet kapcsolni a reklámokat. Tehát, hogyha csinálják egy videót arról, hogy meghalt valamelyik szerettem, vagy kutyám, vagy, vagy a f*** tudja, akkor arra csak nem raknék reklámokat, érted? Nem tudom, ez, ez nekem nagyon visszás, ezzel, ezzel, nagyon nem azt mutatod az emberek felé, hogy te sajnálod ezt a dolgot. Meghalt a kutyám, de a mai videó támogatója fia, a Rage É, amúgy a sajnálom, hogy meghalt a kutyája, nyilván nem ebből akarok viccet csinálni, hogy meghalt a kutyája, csak nézzük tovább, és ki fog derülni, mi történt itt. Hát ez nagyban tartozik rátok is, mivel nemrég csináltam róla videót, és sokan irogattok, hogy mi van vele, hogy van, és hát emiatt kell megcsinálnom ezt a videót, úgy gondolom. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen megtörténhet egyáltalán. Volt ezelőtt többször kutyánk is, amikor anyáikkal laktam, volt macskánk is, most is van jelenleg is kutyám, macskám is van a mai napig, Jürgen is. Mi él, virul. Van egy betegség egyébként, ami egyébként kezelve van, de azon kívül jól van, vadászgatni szokott el van, tehát egészséges állataim vannak, figyelek rájuk, gondoskodok róluk, mert én, én tényleg etetem, simogatom, itatom, foglalkozok velük. Ja, hát... Ennyi kell egy macskának, amúgy. <laughs> Viszont nem régiben lett egy új kutyám, Hát egy pár hónapja, egy-két hónapja, egy kis fehér labrador kutya, akiről készítettem is egy videót. Bellának neveztük el egyébként, abban a videóban nem hangzott el a neve. Tehát Bella, akiről eddig beszéltem, ő hosszú hétvégére megbetegedett, amikor ugye szünet volt, húsvétlacsolkodás, és pont hosszú hétvége első napjára, amikor minden bezárt, akkor láttam, hogy kint fekszik a fűben, nem jött elő, fura volt, hogy nem jön elő, elkezdtem keresni, nem találtam sehol, én már azt hittem, hogy ott vég szerencsére megtaláltam, ott feküdt a fűben hátul, és nem, nem mozdult, vagyis hát csak így fetrengett, látszott, hogy nincs jól. Hát oda mentem, behoztam, igazából lefektettem egy törölközőre, oda vittem neki a vizet, kaját, mindent. És így hát vártam, hogy jobban legyen, gondoltam, csak nem tudom. Hát azt hittem, csak ki kell pihennie magát, vagy nem tudom. Aztán, amikor már másnap sem volt jól, akkor kicsit elgondolkoztam, hogy lehet, hogy orvoshoz kéne vinni. El is, el is kezdtem nézegetni az orvosokat, de hát nem volt nyitva egy orvos sem, mert hát hosszú hétvége volt, vagyis én nem találtam nyitva orvost. És akkor úgy voltam vele, hogy hát jól van, akkor majd elviszem hétvége után, ha már nyitva lesz, úgyis egy-két nap, egy-két nap alatt nem hinném, hogy bármi gondja kéne, hogy legyen a kutyának. Hát ezt nagyon rosszul gondoltam. És ha jól tudom, ez pontosan azon a napon történt, mikor én reggel orvost néztem. Ja, mert várjatok, ez úgy volt, hogy én reggel, korán reggel alapból arra ébredtem, hogy a kutya össze hányta magát, meg maga alá is csinált, és, és abban renget nem bírt fölkelni belőle arra. Teszem fel a kérdést, hogy van állatoknak is ügyelet. Képzeljétek el, hogy uh... Még akár karácsonykor is, hogyha valami baja lesz az állatodnak, el tudod vinni Budapesten ügyeletre. És hogyha nagyon szereted az állatodat, akkor, akkor főleg egy kis, kis kutya, tehát nem egy olyan öreg kutyáról volt szó, hogy már mit tudom én, szenved amúgy is, tehát itt egy kis volt szó. Egy kis kutyát csak elvinnél állatorvoshoz. Ez az, hogy te is vitted a kutyát karácsony napján, ö, az exemnek a kutyáját is kellett vinni egyszer. Kivakart az egyik sebét, és ömlött a vére, vágat. Ez, ez egész konyha tele volt vérrel. Mégis el tudtuk vinni. Felvitték Budapestre, órákat kellett menni autóval nyilván, meg még ott várni is kellett, de összevarták a kutyát, megcsinálták, és, és, és ennyi. Ez is egy azt awesome hiszem ünnep. Azt hiszem, hogy ünnepnapon volt, nem fix, hogy ünnepnapon volt, de ezt tudom, hogy éjjel volt, amikor uh, amúgy nincsenek nyitva az állatorvosok, és éjjel, még aznap elintézték, és, és azóta is él szerintem a kutya, gondolom. Szóval nem tudom, hogy uh, miért nem csinálta ezt. Szegeden akik, én, én szerintem uh, nem tudom, hogy Szeged-Budapest az mekkora ö, út, de több napja lett volna rá, tehát itt hosszú vége volt, és még szarul volt a kutya, és napokig várt, ahelyett, hogy elvitte volna. Nem, nem, nem gondom, mert nem vitte mert én már láttam a videót. Nem vitte meghalt a kutya. És lát, hogy Szegeden is van ügyelet. Én szerintem Szegeden is van ügyelet, de ha nincs, akkor Szegedről simán el lehet vinni Budapestre, két-három óra autóval, szerintem az, ö, szerintem van autója, amúgy meg, hát nem kellett sokat keresnem van neki. Egy elég jó autója. Szerintem ezzel két óra alatt oda lehet érni. Oda mentem, elvittem, lefürdettem, föltakarítottam, visszaraktam, próbáltam kis kicsit itatni, meg a barátnőm is ilyen kis szívókával nyomtuk a szájába a vizet, mert magától nem ivott az evésről, ne is beszéljünk. Aztán miután rendbe raktam, Lenyugodtak a dolgok. Én azt hittem, hogyha folyamatosan majd törődök vele, meg rendbe rakom, meg itatgatjuk, meg minden, akkor majd rendbe jön, meg nyilván el is vittem. De ez bort. az emberek sem így működik. A orvoshoz, aki nyitottak volna. Valami... De nem nyitottak ki az orvosok. Azért nem nyitott ki az orvos. Hát, akkor délután csak arra lettem figyelmes, hogy elkezdett nyüszögni, oda mentem hozzá. Na nem, azt a részt nem, ezt a részt már nem mesélem el. Ez, na ez volt, ami nagyon durva volt nekem. Az a lényeg, hogy oda mentem hozzá, nyűszögött, akkor még élt, simogattam, később meg már nem élt. Ennyi a lényeg. Most emiatt az eset miatt én úgy döntöttem, hogy egy jó ideig nem is szeretnék kutyát. Igen, öh. azért, mert bal f*** vagy. Ez a saját hibád, ez, ez, nem, nem a kutya hibája, ez nem az állatorvosok hibája, ez a saját hibád, mert olyan a világon nincsen, hogy a 200 kilométeres körzetetben nincsen egy k***a ügyelet se. Ilyen nincs. Ilyen fix. Ne is legyen kutyát többet tuborkraft szerintem, hogyha ennyire felelősség teljes vagy, akkor ne is legyenek állataid, meg. Gondolkoztam azon, hogy mi történhetett vele, mert tényleg ezelőtt akármennyi... Nem gondolkozni kell, el kell vinni állatorvoshoz, és ott kivizsgálják, és akkor nem kell használni a kis adatot, hogy hé, vajon mi baj a lehet a kutyának, mert megmondják volt, egyiknek sem volt semmi hasonló baja, vagy hogyha beteg is volt, kigyógyult belőle. A macskám is sokkal rosszabb állapotokban is láttam már, mint magát, ezt a kutyát, és, és ő is sokkal jobban van azóta, szóval nem tudom, arra is, arra is gondolhattam, hogy mivel vásárból vettem ezt a kutyát, ö, a morhalmi vásárból vettem egyébként, hát lehet, hogy nem jó döntés vásárból kutyát venni. Meg... Igen, ez a konklúziója. Ez a konklúziója, bazd meg! hát azt sem tudom, hogy hanyadik alomból született. Bagos volt. Az a kutya, amelyiket Igen. én megkaptam. Mert ha jól tudom, az is úgy van, hogy minél több alom születik, annál gyengébb lesz a szervezetük a kutyáknak. Tehát az első... Nem tudom, hogy mennyire igaz a múny, mert nem értek a kutya de szerintem talán nem a vásár hibája. Talán nem a vásár hibája. Én, én lehet, hogy ezt a konklúziót vonnám le inkább. Mindenki hibás, csak a Borcraft nem. Oh, Istenem. Kutyának kellett volna jogosítva nyugorkövet helyett, ezt elment volna magától az ügyeletre. Só alomnak lesz a legerősebb, és utána a következőknek mindig gyengébb. És hogyha mondjuk én ezt a hatodik, hetedik alomból kaptam, akkor szerintem az is rájátszhatott arra, hogy gyenge legyen a szervezetet. De nem tudom, ezek csak tippek. De az biztos, hogy vásárból vettem, az meg egy bizonytalan hely. Szóval igazából ezt csak így el szerettem volna nektek mesélni, hogy ne kérdezősködjetek róla. Ez így megtörtént, és azért szerettem volna egy külön videót szentelni neki, hogy rendesen megmagyarázom a dolgokat, ne csak kiírjam, hogy vége, ne kérdezzétek, hanem tényleg tudjátok, hogy mi a helyzet pontosan. Hát ez most sajnos így alakult, ennek ellenére Bodri kutyám és Jürgen Cicám még megvan, meg ugye... Ki tudja, meddig ugye lesz egy bajuk, aztán majd várunk, hogy jobban lesznek, vagy nem. Kecske, csirke, haszonállatok, annál meg ne lepődjön meg valaki, hogyha egyszer eltűnik az egyik mert azokat nem azért tartom, hogy babusgassam őket. Remélem nem mondtam rosszat. Ez a helyzet. Most ez történt, de nem állunk meg ettől függetlenül. Le fogja vágni a csirkét. És ha tanulságot kéne ebből levonni, nagyon figyeljetek oda, hogy honnan vásároltok kutyát. Ez a tanulság, hogy figyeljetek oda, hogy honnan vásároltok kutyát, az meg. Nem az a tanulság, hogy idióta voltam és nem vittem el állatorvoshoz a kutyámat, nem. Nem az a tanulság. Szerintem. És mindenki nagyon vigyázzon magára köszi, hogy végighallgattatok. És végignéztétek a reklámokat. Ó, oh, Istenem, úr úristen, de felbasz. És nekem ez az ember van videóm amúgy. Vagyis neki van videója velem. Ubarkov, töröld már le azt a videót, nem akarok benne lenni. Még mindig itt vagyok a csatornáján, bérem, hogy és ott lesz. Itt van. Hát benne vagyok a videójába. Új kutyaháznál egy hónapja. Egy hónap alatt nem jutott annyi az eszébe, hogy lát, hogy fel kéne hívni az állatorvosokat, és megmondják, hogy hol van ügyelet, vagy akármi. Biztos vagyok benne, hogy Szegeden van állatorvosi ügyelet, de tudod, amit rákeresek? Szeged állatorvos ügyelet. Hát ez itt azt írja, hogy folyamatos munkaszünet esetén minden nap 8-20 óráig tart. Ami gondolom azt jelenti, hogy nem munkanapokon is lehet vinni reggel 8 tól este 8-ig, nem? Szerintem ez konkrétan az, amit én mondok, de lehet, hogy rosszul értelmezem. Három vagy több napos folyamatos munkaszünet idején. Igen. Tehát, uh, simán tudta volna vinni. Simán tudta volna vinni. Csak, csak, csak be kellett volna ülni az autóba, és, és elvinni Szegeden belül fél alatt, ott vagy szerintem. És. Uh, és ja. Itt, itt, itt van. Rendelési időn kívül sürgős esetben is lehet hívni őket. Uh, rendelési időn kívül csak sürgős esetben is megvan adva az orvos magánszáma. Szóval ja, el, el tudta volna vinni állatorvoshoz elég könnyen, nagyon könnyen el tudta volna vinni, de hát szét van lájkolva a videó természetesen, és mindenki írja, hogy jaj, sajnálom szegény kutya, nyugodjon békében, jaj, jaj, jaj. Ne haragudj, igen, az, itt azért írják az emberek, hogy minimum, hogy a szomszédtól ismerőstől segítséget kérsz. Ja, Szegeden belül el lehetett volna vinni azt a szegény kutyát egy állatorvoshoz, és, és akkor ja, lehet, hogy nem halt volna meg, de sajnos nem volt ennyi a Soborcraftnak, amit kubára sajnálok amúgy. Ö, szeretném vele tisztázni, hogy ez nem egy ö... Dráma, keltő, dráma robbantó videó, mert ennek a videónak nem lesznek reklámok, mert nem lenne pofán bekapcsolni. Te bekapcsoltad a te videód alatt. Igen, az Ubercraft bekapcsolta a reklámszerzést, ez erről most már én is, ez, ez fix info, mert láttuk a reklámot. Nyilván ez fontos egy ilyen témában is. Szeretném azt tudnád, hogy semmilyen személyes jellegű nincs emögött a videó mögött, én úgy gondolom, hogy nem tegnap óta is még egymás, még hogyha nem is nagyon beszélgetünk, mert nehéz téged elérni. Mazikint a kanálisból mentették meg, úgyhogy be volt dobva a testvérével, egy másik fekete cicával. Amúgy igen, Krisz, nekem is ez jött le az egészből, hogy így bűntudata, nem tudom, hogy mennyire van a, az öreg Warcraftnak, de az önigazolást azt megkapta a nézőktől, ugye? Eléggé nehéz életet él, de mikor hozzánk került, mindent megadtunk neki. Mindent. Legyen az játék, legyen az kaja, mindent körültekintően próbáltunk meg ö, egy cicát etetni. Mi neki a legjobb. Mit szeret a legjobban, bár tudjuk közvetlenül, hogy a cicák nagyon válogatósak tudnak lenni, ő is az. Nagyon szerettük, nagyon szeretjük, szeretem még most is ezt a cicát. És el szeretném neked mesélni azt, hogy ővel mi történt. A te történetedet végighallgattam, bár néha összeszorultak ezen, megmondom őszintén. Mazikin félszemű cica. De nem így született, hanem volt egy balesete. Kérlek szépen. 2021 decemberben karácsonykor történt ez a hatalmas nagy baleset. Hirtelen történt, váratlanul, felkészületlenül. Hát erre hogy is lehet felkészülni? Ugye? Az én esetemben még felkészülni sem volt idő. Még neked volt pár napod felmérni vagy felismerni a helyzetet. Ő nagyon szeret futkározni a lakásban. Valószínűleg belefuthatott valamibe, nem fogjuk megtudni soha. De nem is ez a fontos. Amikor megtörtént a baleset és kiszúrta a saját szemét. Konkrétan kiszúrta a saját szemét a macska, és, és óván így is el tudta vinni. Olyan hirtelen történt Péter, hogy akkor gondolkodni nem volt időm. Nem volt időnk gondolkodni. Olyan gyorsan történt minden, hogy azonnal, kérdés nélkül hívtuk a telefonnal minden lehetséges orvost, sürgősségét, mindent. Én még az emberi orvost, vagy a emberi kórházat is felhívtam, már annyira kétségbe voltam esve. Még egyszer hangsúlyozom, Péter, karácsony, karácsony napján, amikor az üzletek zárva vannak úgy általában, vagy a legtöbb. Hmm. A lényeg az, hogy elvittük nem is tudom, hanyadik kerületben, azt hiszem a kilencedik kerületben volt nyitva egy sürgőségi állatorvosi rendelő. Oda eltaxiztam, mert nekem autóm sincs, amit kiteltek Instagramra mutogatni. Hát <laughs> igen. és ott kapott egy inekciót. Hát arról már nem is beszélek, hogy milyen nehéz volt és, és uh, difficulty berakni egy hordozóba. Úgyhogy konkrétan a macskának a félszeme kincsünk. Lógott a szembe a macskának, és el tudta vinni taxival. Péter pedig nem volt képes berakni, vagy mármint ugye a, a, a meg nem tudta berakni a kibaszott autóba. Szemtelen. Ez nagyon jó poén volt, Perma. Idióta. Elvittem, ott kapott egy injekciót, és ott közölték velem, hogy nem tudnak velem mit kezdeni. Akkor szerinted én hogy összeroskodtam? Szerinted? De feladtam. Úgy voltam vele, hogy nem baj, úgy voltam vele, hogy, hogy jó van, majd, majd rendbe jön. Meggyógyul, hm? nyalogatja magának. Persze az én macskámnak a szeme volt kiesve, a tiet pedig nyűszített. Mi, mi, mi kellett volna ahhoz, Péter, hogy felfogd, hogy annak a kisfutyának segítségre van szüksége. Mi? Víz? Nem. Orvos. Szóval én végig, végig telefonáltam Budapestet karácsonykor, minden zárva volt kivéve egy állatorvosi rendelőt, mert aki keres, azt talál Péter. 25 km-re volt tőlünk, Budapestről, úgyhogy Budapest belvárosában lakok. 25 km és elhagytuk Budapestet. Mivel nekem nincs autóm, amit mutogathatok az Instagramon, én minden egyes vizitkor, tehát oda-vissza és rengetegszer kellett még vinni varradszedésre ilyenek, tehát számolj egy kicsit, még egyszer segítek. Körülbelül olyan 28 és 32 ezer forint körül fizettem minden egyes, minden egyes ö, helyzetben, ö, fuvarkor, a taxit. Nem volt senki, akire támaszkodhattam volna, nem volt senki, aki elvitte volna, de miért is vitt volna? Ez az én felelősségem, Péter. A pénz nem volt akkor mérvadó. A benzin nem volt akkor mérvadó. Én csak az forgott a szemem előtt, hogy megmentsem a macskámat. Ennyi. Elvittük oda egy iszonyatosan jó helyre. Ellátták, felkészítették a műtétre. A műtéte 300 ezer forintba került. Köcsög! Mi a f***? Azt mondta az orvos, odaállt elém, azt mondta, hogy azonnal műteni kell, kérdés nélkül, mert ha nem műtjük meg, ez az állat el fog pusztulni. Nem volt kérdés. Karácsony, ajándék, kit érdekel, a macskám, a családtagom, akit szerettünk akkor annak az élete forgott a kockán, és mindent megtettünk érte. Természetesen azonnal mondtam, hogy igen, minden, nem érdekel, doktor úr, mindent kérek, röngentől kezdve mindent, mindent kértem. Én úgy gondolom, Péter, és szeretném, hogyha tényleg felfognád, hogy akinek ilyen autóra van pénze, akinek saját lakása van pénze, mindegy, tök mindegy, nincsen, nincs közem ahhoz, hogy mire költöd a... Mi, a milliókat keres csak a Youtube-ból, plusz még neki Izé, Sponzorok is, hogy az anyukájával tudjanak tesztelni izé, kínai robotporszívókat, meg ilyenek, szóval a Bank Good Sponziból is jön, meg mindenféle sponzik vannak, meg Youtube pénz, szóval hidd el, hogy hidd el, hogy hidd el, hogy ott azért van pénz, tehát nem, nem hiszem, hogy a pénz volt a probléma, tehát itt, itt nekünk, itt Youtubereknek viszonylag azért egész jó, jól uh, megy a szekér ebből a szempontból. Hol lehet megnézni, ki mennyit keres? Tudom, mert én is youtuber vagyok, és látom, hogy én mennyit keresek, és el tudom. azért az alap matek az azért megvan, hogy kb. Magyarországon néz mindenki minket, és tudom, hogy mennyit keresek én, szóval ugyanannyi megtekintésre tudom, hogy ő mennyit kap, meg hogyha több megtekintése van, akkor egy azért fejbe áttam számolni. Pénzedet. De van pénzed. Ezt tudjuk. Akkor én úgy gondolom, hogy te igenis többet tettél volna meg ezért a kutyáért. Mondjuk az, hogy beülsz abba a királyverdába, a barátnőddel együtt, és kerestek egy sürgősségi állatorvost. Mert lett volna. Ha kerestél volna, lett volna. Itt nem az egészségügyjel van a probléma, hogy nincs lehetőség. Nem. Ilyenkor a földet is meg kell mozgatni. Ilyenkor nincs olyan, hogy gondolkodjunk, hogy majd elviszem. Ez nem egy olyan dolog, amit hanyagolnunk kell. Ha valóban szeretted ezt a kiskutyát, akkor mindent megtettél volna érte. Én úgy gondolom, hogy fele annyit se tettél meg. Azon kívül, hogy leosztál róla egy videót, hogy meghalt még egyszer mondom, nem bántani akarlak, csak szeretném, hogyha a tudatodba égne az, amit mondok, hogy én végigjártam a poklot. Én tudom, milyen az, amikor az állatot haldoklik. De nem érdekelt semmi, Péter, érted? Semmi nem, nem érdekelt. Nem tudom, nagyon komolyan mondja, és olyan közel van a kamerához, valamiért komikusan hatott. De kell csak az, hogy megmentsem az állatot, akit szeretek. És hála a jó Istennek, és az Isten áldja meg a kezét annak az orvosnak, aki megmentette a cicámat. Péter, nem tettél meg eleget egyetlen egy, dolgot, egyetlen egy dolognak örülök a videóddal kapcsolatban, hogy azt mondtad, nem lesz egy darabik új állatod. Ez egy jó döntés. Nem mondom azt, hogy rossz ember vagy, nem mondom azt, hogy, hogy nem, nem bánt a dolog. Amikor nekem macskám lett, nekem is volt kutyám egyébként kiskoromban, de amikor macskánk lett, én akkor döbbentem rá, hogy nagyon sokat kell tanulnom az állattartást illetőleg. Most gondolj hogy az én gyereknek gyereke lenne. Azért az durvább, tehát ott akkor már nem az, hogy kiraksz egy videót, hogy hát az meghalt a gyerekünk, nem vittem orvoshoz. Megsimogattam, tettem vizet a szájába és hát egyszerűen nem lett jobban. Ilyen az élet. Tényleg csak azt akarom ezzel a videóval mondani, hogy egy kicsit gondold át, hogy kiraktad a videót és mindenkitől kapod a jaj Péter, kitartást veled vagyunk, és a többi szokásos, de hol vannak azok a nézők, akik egy kicsit realizálják, hogy amúgy te napokig hagytad azt a kutyát szenvedni. Mert hagytad, Péter! Tehát ez nem egy, nem egy nem egy, nem egy bánt, nem bántani akarok, ez egyszerűen tény, Péter, mert amit elmondtál, az eny, abból ennyi jön le. Miért nem hívtad fel a szüleidet, akik, akik tudtak volna segíteni, ha te nem tudod, hogy ebben a helyzetben mit kell csinálni? Annyi lehetőséged lett volna, Péter. De úgy gondolom, hogy egy felnőtt ember vagy. Egy önálló felnőtt ember. Csak kicsit infantilis. Nekem még jogosítványom sincs. Rengeteg pénzt elköltöttem, de van egy házi állatom, aki itt van velünk. Nagyon sajnálom, ami történt. És nagyon sajnálom az, hogy ilyen előfordul, és tudom, hogy rengeteg ember van még hasonlóan, aki ugyan szereti az állatokat, de nem tudja, hogy hasonló helyzetben mit kell tenni. Én úgy gondolom, hogy sokkal többet megtettél volna. De a videó fent van a csatornádon, ez a lényeg. És vannak reklámok is benne, igen. Hát ez majd, ha Minecraftba tanulsz meg állatokat tartani. Itt, itt sajnos nem elég, hogy adsz neki egy húst, és, és akkor még egy hétig nem haldoklik. Ja, ám uh, elmegyek úgy hozni, mindjárt jövök. Középső ujjak a levegőben, Svároló párok az erkélyen, popcorn, vodka, sprite. Te vagy az a, te vagy az a lány. Még egy Dogi story is van amúgy. Felelős állattartás. Gipszer 0725 mondja. Fuck me. Azt hitte, hogy a... Satcho goofy boy -a. beszélnék. Felelős állattartás. Összeszorul a gyomrom, amikor azt látom, hogy mennyire felelőtlenül bánnak egyesek az állataikkal. Fontos téma, többet kellene erről beszélni, azt hiszem. Velünk minden rendben, mielőtt bárki is félreértené, ha gond lenne, több száz kilométert is utaznánk, tüzen vízen át küzdenénk, hiszen ezért fogadtuk be őket. Voltam már él ügyeleten a kutyussal, ha ne legyen gond. Azonban az elmúlt hetekben annyi banális állat elvesztésről hallottam, hogy ez elkeserít. Érző lények, családtagok csak ránk számíthatnak, egy állat sem, egy állat nem színlel. Ha baj van, szaladni kell, csak a legnagyobb fájdalmat jelzik true. Nem csak a kötelező oltások léteznek, amilyen gyenge telek vannak, mostanában egész évben védekezni kell a kullancsok bolhák ellen, egy egyszerű kullancscsipés is okozhat többféle halálos megbetegedés, vagy agyhártya gyulladást, vagy babeziát egy kutyánál. Van nyakörv, csepegtetős oldat, tabletta, szinte már minden ezeknek az elkerülésére. Igen, költséges, az állattartás ezzel jár, nem csak etetni kell őket. Az állatorvos pedig még drágább, pláne ha ügyeletre kell menni, megelőzés mint ahogy a kerítésre való gondoskodás is az lenne. Nem hagyjuk csatangolni őket, nincs önsétáltató kutya macska, nincs olyan, hogy majd úgyis hazajön a kullancsok, mellett belesétálhat, egy vadcsapdába elgázolhatják, stb. De hát mindig megszökik, nincs. Tele van az összes menhely azok miatt, akik nem ivartalanítanak és hagyják össze-vissza csatangolni az állataikat. Szenvedést okozva ezzel a megszületendő kölyköknek. Elhiszem, hogy találsz úgyis gazdát, de kell még több kis kutya? Nem kötelező mindenkinek állatot tartani. Janosi Gergő is kitette egyet biztosan emlékeztek erre a videóra, itt elmeséltem, hogy éjszakai kórházba vittük Jacket, gondolom az a kutyája vagy macskája, Budapestre, mert rosszul lett. Utána pedig folyamatosan felügyeltük, vele aludtunk, és lemondtam a befizetett utunkat is, amit teljesen elbuktunk, de egy pillanatig sem érdekelt, mert Jackért az életem adnám, mert családtag. És írta az Andi, hogy köszönöm, Gergő, hogy te is felszólalsz, ahogy az ember a gyerekét is elveszi, úgy az állatainkat sem hagyjuk cserben. Nem a középkorban élünk, létezik mindenre megoldás, és van, hogy az orvos sem tud segíteni, de ilyenkor nem szabad játszani az idővel. Nézzétek meg Oven videóját is, a hétvégén igyekszem én is összeszedni a gondolataim, egyelőre csak az idegesség jár át, tiszta fejjel szeretném feldolgozni a témát. Ez kemény, hogy uh, a Janosik Gergő, a Dogi Andi, az Oven McHenry mindannyian megmondták, hogy a egy. Ez hihetetlen számomra, is. én először az uborka videóját néztem mert úgy voltam, hogy nem nézem meg streambe, úgy voltam, hogy b elvesztette az állat, hát most erre mit, erre mit, tudnék, mit tudnék reagálni rá streambe, hogy valakinek meghalt az állata, annyit tudnék mondani, hogy sajnálom, tényleg, én így nem nézném meg, de megnéztem, megnéztem bazd meg, és úgy voltam, hogy b a streambe, ezt muszáj streambe is megnéznem. Ja, ennyi a rövid véleményem róla, az állatokat el lehet vinni ügyeletre, elég könnyen, tehát így 2023-ban nem hiszem, hogy ez egy olyan kurva egy probléma lenne, mint aminek be van állítva, és nem, nem az a tanulság, hogy nem szabad bizalmatlan helyről venni állatot, hanem az, hogy törődjetek az állataitokkal. Kíváncsi vagyok, hogy a Zuborcraftnál milyen backlash lesz ebből, mert hogy csinálni fog még egy videót, az biztos. Csak én csinálnék egy videót erről, hogy, hogy a az ezt meg ezt csinálta, lehet, hogy akkor nem történne semmi. De így, hogy az Owen a Dogi Anni, meg a Janosig Gergő is kitettek róla Insta story meg izé videót fognak. Hát azért Azért itt illene szerintem, itt illene, itt azért egy bocsánatkéréssel vagy valamivel azért szerintem tartozik, úgy nem csak a nézői felé, hanem hogy tényleg, hogy itt, itt, uh, itt felelősséget kell vállalni, és ne, neki lenne a legnagyobb uh, felelőssége az, hogy a gyerekeknek ezt belenevelje a fejébe, mert az iskolában nyilván nem tanítják meg őket, a szülők sem a legjobbak általában, berakják a gyereket az izé elé, youtube elé, az de most, hogyha Youtube-on a gyerek néz egy Owen McKendrit, egy Dogi Andit, egy Janosik Gergőt, egy Uborcraftot, akkor nekik a dolguk lenne az, hogy megtanítsák a gyerekeket erre, hogyha már otthon nem tanulják meg esetleg, meg az iskolában nem tanulják meg esetleg, akkor tudunk jó példát mutatni a kölyköknek. És én nem fogok jó példát mutatni a kölyköknek, mert nem a kölyköknek gyártam a tartalmat, én magamnak gyártam főképp a tartalmat, elszórakozhatom magam ezzel, meg felrakom a Youtube-ra a kis videókat a streamekből, aztán, hogyha valaki élvezi, akkor élvezi, nem érdekel, hogy hányan nézik meg, erre én káromkodhatok, azt csinálok, amit akarok, mert az én csatornám. Ne, én nem a jó példamutatás érdekében csinálom ezeket a dolgokat, valószínűleg ők sem, de tudván, hogy sok gyerek nézőjük van, azért ennyit azért csak megtennék, hogy elmondom, hogy felelőtlen voltam, ne legyetek ilyenek, mint én. És hogyha ennyit elmondott volna a videóba, akkor az már lehet, hogy jobb lenne mondaná, elbasztam, nagyon tragikus dolog történt a napokban, mert annyira agyhalott voltam, hogy nem voltam képes elvinni a kutyámat egy orvoshoz, amikor a szemem mellett haldoklott. Ti ne csináljátok ilyen hülyeségeket, ennyit kéne elmondani, tényleg. Szihetetlen srácok. Uff, meg. De kajak több százezres Youtube csatorna mögött egy ilyen felelőtlen ember van. Puli kutyánk 16 éve, telt ami elég sok idő egy kutyának, sok mindent megélt, egyszer átment rajta egy autó, Érdekes módon nem lett baja, de amúgy orvoshoz is elvittük, majd egyik nap hozzáteszem semmi nem volt, nem nyöszörgött semmi, egy kört futott, belement a kis házába és meghalt. Rip. De nem volt jele annak, hogy el kéne vinned állt orvoshoz. Itt, itt, ez a van hangsúly, hogy na, itt, itt azért a bűntudat annyira nem volt benned, mert nem láttad a jeleit. De ha láttad volna a jeleit és azt mondod, hogy ám holnap elviszem és meghal az nap, hát akkor másnap reggel csak nem érzed olyan magad, hogy csinálj Youtube videót róla reklámokkal, nem? Hány házi állatom volt? Fú, tesó, volt kettő hörcsög. Volt kettő teknős, már csak egy van. Mert bántották egymást. A törpe törpehörcsögök történetét nem mesélem el, mert... A, 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 hörcsög, a hörcsögök, azok mindig olyan k***ba jól tudnak meghalni. Tehát a hörcsögök azok a legepikusabb módon képesek megdögleni. Az, elmondom, elmondom. Az egyik olyan szinten elkezdte megenni a másik hörcsögöt, hogy visszavittük az, az állatüzletbe azt a ami még jó állapotban volt. Ugye bár. E, kanibál volt. E, egy kanibál volt konkrétan. És <laughs> visszavittük. Azt mondták, hogy jó, cool. Volt még akkor az a másik hörcsög, azt azt, azt azt, hogy ápolgattuk, meggyógyult meg minden, és elkezdte azt csinálni, hogy fölment a kis emeletre, a ketrecen belül volt egy ilyen emelt rész, fölment és leugrott de így mindig, mi, mindig, így úgy ugrott le, mint hogy részeg lett volna. Mint hogy én most így, így állnék, és így ragdolba átmennék, és ledőlnék, vág. És mindig ezt csinálta. És egyszer csak leesett, de az izében nem a, nem a kemény részre, meg ki volt azért párnázban minden, Lesett, és nem kelt fel. Tabott egy szaladt, és meghalt. Nagyon szörnyű volt látni. Szörnyű volt látni, de hát azért így, így szeretnék én is amúgy. Így, így szeretnék én is meghalni. If you die, die cool. Hát nem volt a legokosabb, ja. Szia, Menin! Boldog születésnapot kívánok neked, előre is. Novemberben lesz, de kösz! Köszönöm! Nem közvetlen azután halt meg, hogy bántott a másik kölcsök. Tehát a sebeit, meg mindent, azt, az akkor nyilván elvittük. De... Azért nem akartam elvinni az állatolvoshoz, hogy a hörcsög így leugrik, mert én azt hittem, hogy hát egy jóan funny. Funny a tag, hadd ugráljon, tudod ennyi volt bennem, nem volt semmilyen, nem, nem gondoltam, hogy ez egy jel lenne, hogy depressziós, vagy valami. De ja, lehet, hogy traumatizálta az, hogy a testvére meg akarta enni őt. Engem is traumatizálna több, mint valószínű. Ennyi a sztori, volt még kettő tacskónk is, kösz, kösz szabad Bogasov. Ja, hát a tacskók öregek voltak, az egyik a szamara meghalt, mint a másik, aztán akkor ő mellé vettük a kis mostani macit, a, akit szoktatok látni valószínűleg Instán. Ja, ennyi. Róka mérget eszik és másnap meghal a kutya. Hát de b meg akkor ne enged ki! Nem tudsz, férfi létedre nem tudsz egy olyan kerítést csinálni, mint nem megy ki a kutya. Milyen férfi vagy te? Hörbi, mi van Hörbivel? Hörbire mindent le... mondani, de szerintem azt nem, hogy az állattartásban talán felelőtlen lenne. Szerintem hópot elvinni orvoshoz, hogyha ilyen szituációban lenne. Még a legrészegebb állapotában is, mert a hópot szereti, ez, ez, fixre tudom. Ezt, ezt az egyet nem tudnám elmondani a Hörbire, hogy ő bántaná a hópot fixen nem. Hoppal többet foglalkozik, mint magával. Amúgy az, is, az meg a másik, de hát kivel foglalkozna, ha nem a hoppal, egy nő sem érne hozzá. Küldik rá a a pénzt. Ja, per, amúgy tényleg a nézők eltartják a hópot, amúgy lehet azért küldenek csak pénzt, hogy a hop ne hajjon éhen. Hopnak még van hop. Hát, Mi a ja. f*** csinálják vele? Tar Kft, Tar János, a k*** anyádat. Fú, ez, ez most így rágalmazás volt, amúgy ez látni, hogy ezért fel fog jelenteni, de hát csináljon jó internetet, és akkor nem kell, nem kell ilyet mondanom. Istenem, Istenem! Így most már teljesen király minőség, meg minden. High quality videos from Hungary. Nem is rossz! Nem is rossz, srácok, nem is rossz! Jani! Jani! Tessze ez a stream, Jani? Háj, Jani? Szia manin, ha elfogyott a manit Csak a ételek százat Majd amit lesz, majd elszórjál De ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be Kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe